hogy ma itt állhatunk, és megnyithatjuk ezt az emlékpontot, és leleplezhetjük Annus István szobrát, az Balogh Zoltán miniszter úr érdeme. Miniszter úr kezdeményezte, hogy a Békéssámsoni magyar ellenállási mozgalom példája elfoglalhassa méltó helyét nemzeti emlékezetünkbe, olyan büszkeségponttá válva, amit hazánk tanuló ifjúsága is megismer majd, hogy példát merítsen önfeláldozó hazaszeretetükből és a szabadság iránti elkötelezettségükből. Hiába a legjobb 1956-os tankönyv, 1956-os ünnepség, ha nem jön létre, mondjuk így a személyes viszony. Hogyha nem kerül a helyére a fejünkben és a szívünkben 1956. Ezért nevezzük mi ezeket a pontokat, a szabadságházait, és ezért szeretnénk büszkeségpontokat létrehozni Magyarországon mindenütt. Ahol voltak hősök, és ahol voltak áldozatok, hogy tanúk legyenek ott helyben is. Ott legyenek a büszkeségpontok. Hogy egyszerre legyen ott a fejünkbe, hogy tanuljuk meg, és egyszerre legyen ott a szívünkbe, hogy szeressük meg. Mert az az igazán az emberi, amelyet ismer, és amit szeret. Mi ismerni és szeretni akarjuk 1956-ot, és azt szeretnénk, ha a felnövekvő nemzedék is ismerni és szeretni, mert akkor ragaszkodni fog ez a földhöz, a magyar anyaföldhöz. Ez a közösség megérdemli azt, hogy ez a történet, ami velük megtörtént az 50-es években, és egészen a rendszerváltoztatásig tulajdonképpen megszabta az itteniek életét, hogy ezt a történetet megismerje az egész ország, hogy ez a nemzeti történelmünk részévé váljon, és hogy egy olyan büszkeségponttá, amire bárhonnan néznek rá, a fővárosból, vagy a másik megyéből, vagy itt megyén belül is, akkor is először ez jusson az eszükbe. Igen, Békéssámson egy olyan közösség, amelyben ilyen fantasztikus hősök voltak, akik a szabadságért, a függetlenségért és a magyar nemzetért ilyen nagy áldozatot hoztak. Azt szeretnénk, hogyha most elindítjuk az 1956-os emlékévet, hiszen jövőre lesz a 60. évfordulója a forradalomnak és a szabadságháznak, akkor minden település megkeresné a saját maga személyes sorsát, a történetét 1956-tal kapcsolatban. Békéssámson azt is mondhatnám, hogy világhírű hely, hiszen itt egy olyan ellenállási mozgalomnak volt a központja, amelyik majd 5 éven keresztül tartotta magát, és ha egy külső spicli le nem buktatja őket, akkor ez a közösség védte volna azokat életük végéig, akik röplapok szórásával, tiltakozással ébren tartották a szabadságnak a lelkületét Magyarországon. Nekik emléket állítani az kötelességünk, és ugyanakkor pedig kifejezzük azt, hogy minden településnek lehet helyi 56-os története, és hogyha azt összegyűjti, feldolgozza, megőrzi, bemutatja a következő nemzedéknek, akkor valóban a nemzetünk emlékezetében 56 a méltó helyére fog kerülni.